Útnak a Tatár új edukációs sorozata, amit a Waberer Medical Center szakorvosainak segítségével mutatunk be nektek. Közérthetően, tabuk nélkül beszélgetünk, hogy az adás után már ne a különböző fórumokon idegen embereknek kelljen feltenni az egészségeddel kapcsolatos kérdéseidet. Olyan top témákat veszünk korcsó alá, amelyek egészen biztosan téged is érintenek és érdekelnek. A VMC szakemberei választodnak arra, hogy mikor, milyen panaszokkal, kihez kell fordulni. Mit jelentenek az egyes szakterületek, és melyek a leggyakoribb kérdések, félreértések? Tatár megkérdezi azt is, amit te nem mernél. Hogy a legkényesebb területeken sem maradj, válaszok nélkül. Dokihoz megyek. Két hetente pénteken érkezünk a válaszokkal YouTube-on és a Szólaj Meg podcast csatornán. Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Dokihoz megyek 8. adása, ma pedig az urológián nézünk körbe, és egy elég nagy területet járunk körbe, egy elég nagy területet ölel fel ez a téma, hogy urológia. A mai vendégem dr. Sebestyén László urológus, a Váberer Medical Centernek az orvosa. Köszöntöm, nagyon örülök, hogy el tudott jönni, mert ez a téma, most próbálom így nagyjából 40 percbe, 50 percbe belesűríteni, de ez, ez csak úgy, mint a nőgyógyászat, egy két napot is akár felül lehet. próbáltam így pontokba szedni, hogy mégis mi az, ami laikusként felmerülhet az emberekbe, és mi az, amiről nagyon fontos, hogy beszéljünk, ha már edukációról és megelőzésről van szó. Kezdjük azzal, hogy az urológia az milyen témaköröket és milyen problémákat ölel fel, azon túl, hogy jaj, felfázta, el kell mennem az urológushoz, mert szerintem azért általában ez az első, ami így beugrik férfinak, nőnek, hogyha talán a férfiaknak nem, de a nőknek biztosan. Így van, tehát urológushoz sajnos nem mindenki jár, és sajnos nem mindenki is tudja, hogy mi, mi mindennel foglalkozunk. Tényleg a leg, leggyakrabban a hölgyek kerülnek hozzánk ezzel a felfázásos panaszokkal, de ennél azért sokkal szélesebb a spektrum. Tehát amikor bejönnek a hölgyek, csíp, a csípa, pisi, véres a vizelet, fölülünk neki egy antibiotikumot, ellátjuk megfelelő tanácsokkal, meggyógyítjuk, akkor nagyon boldogak. De sajnos, hogyha nem jönnek el időben, akkor már kialakulhat egy vesemedence gyulladás ami szintén el tudunk látni. Úgyhogy így a vesékkel is kénytelenek vagyunk foglalkozni, mind a gyulladásos betegségekkel, mind pedig a köves betegségekkel, ha már így a veséhez kerültünk. a veseköves, görcsök, panaszok, nem csak a nőket, férfiakat is érinti, tinédzser gyerekeket is. Úgyhogy a vesekő ellátása sebészetével is foglalkozunk urológusként, tehát meg is operáljuk, nem csak gyógyszereket írunk föl, próbálunk a megelőzésbe is tanácsot adni, hogy minél ritkánban lássuk a betegeket, így is annyi van, hogy, hogy ne kelljen nekik sűrűn visszajönni. Úgyhogy a vesétől kicsit lefele haladunk, akkor a, a húgyhójag a következő szerve az anatómiában, hogyha így nézzük. Mm -hmm. A is rengeteg betegsége van, sajnos. sajnos a daganatokat és mi kezeljük a hólyagdaganatokat. Ennek az előfordulása a nyugati társadalomban egyre jobban nő, úgyhogy ezeknek a kivizsgálása, a műtéti ellátás is mind hozzánk tartozik. Tehát ugyanúgy, hogy egy véres vizelet jelentkezik, sajnos ez nem minden esetben csak a felfázás okozhatja, hanem igen, gondolni kell a hólyag is. Utána a következő szerv, hogyha férfiakban maradunk, akkor a, a prostata. Szerintem ezzel most már nem csak férfiak, nők is mindent hallottak, tudnak is róla, reklámokból, de igazából senki nem tudja pontosan a betegek között, hogy mikor is kéne menni szűrésre pontosan. Mit is csinál ez a szerv. Úgy mindenkinek van valami elképzelése. Igazából, mint fontos, ha esetleg itt megragadhatom a szót, hogy én, akinek a családban volt daganatos betegsége, 40-45 éves kortól érdemes elkezdeni a prostata a rák szűrést. De bocsánat, azért ne hagyjuk meg ezt a kérdést, hogy a prostata, ahogy ön fogalmazott, uh -huh. mit is csinál valójában? A prostata, Miért a prostata ez egy mirigyes szerv, ami a húcsövet öleli körül, és ez különböző váladékokat termel, ami segít abba, hogy a, a gyereknemzésbe gyakorlatilag a spermium -a eljusson a, a megfelelő célterületre, ahova kell. Na akkor most visz, akkor kezdjük el így, így szétbontani, hmm. mert ahogy mondtam, rengeteg izgalmas területe hmm. van ennek, és most érintettünk egy olyan témát, amiről szerintem nagyon keveset beszélünk, mert leginkább a nők összefüggésében szokták felhozni, legyen szó akár mondjuk meddőségről vagy bármilyen hasonló problémáról, akkor rögtön azt mondjuk, hogy női meddőség, női probléma, női klinikára megyünk, női megyünk, viszont szerintem ennél a pontnál nagyon fontos, hogy beszéljünk a férfi meddőségről is, és arról is, hogy hol válik ketté az andrológia és az urológiának mm. a területe. Tehát mi az ami ami az öngyógyítási területe, és mi az, amivel már el kell irányítani a beteget mondjuk az andrológiára. Hát ugye az andrológia az az urológiának a gyermeke, belőlünk fejlődött ki, nagyon sok a közös halmaz. Az alap kivizsgálás gyakorlatilag egy férfi meddőségnél egy fizikális vizsgálat, amit mind az urológus, mind az andrológus megcsinál. Áttapintja a heréket, megnézi a hímveszőt, megcsinál esetleg egy hereultrahangot, ha ami nagyon gyakori eltérés a férfiaknál, hogy a here körült, kitágult vénás hálózat van, ami ilyen viszértágulatnak nevezünk, vagy varikok elének. Uh -huh. Ezek ronthatják a spermiumnak a képződését. Ez az alap és vizsgálat, plusz megnézzük nyilván a prostatát is, megtapintjuk, nincs ott valami durva gyulladás, amit kezelni kell. A sok esetben akár gyulladásos, akár ez a hereviszértágulat is okozhat bizonyos eltéréseket. Ez az alapvizsgálat. Utána a következő dolog, ami egyáltalán nem megterető, szerintem sokkal egyszerűbb egy férfit megvizsgálni, mint egy nőnek egy komplett meddőségi kivizsgálást végezni. Utána a következő rész az a sperma számlálás, hogy megszámoljuk, hogy egyáltalán vaktól tényenlő a férfi, vagy nem, megfelelő a sperma száma. De ez Hogyha még urológiai kérdés, vagy ez, ez már, ez már ilyen, andrológiához tartozik? Ez ilyen át, itt adjuk át körülbelül a betegeket. Aha. Tehát a probléma van, akkor ezt az urológus kiszúrja, és az andrológusnak továbbítja. Igen, Igen. ez attól függ, hogy, hogy mennyire elérhető az andrológia, uh -huh. hol mi a, a helyi szabályzás. De arról akkor még beszéljünk ennél a témánál, uh -huh. hogy mi az, ami okozhat problémát. Tehát A férfiaknál ugye, az, amit már említettem, például a herviszértágulat, Igen. Ugye, ami, ami, leggyakrabban okoz ö, ö, rosszabb spermaképet, meddőséget, súlyos kismerenci gyugladások tudnak ö, olyan problémákat okozni, ami mondjuk elzáródik a, a kiveszető csatorna, és ezért nem tud kiürülni, a, a, nem tud a spermium bejutni a, a prosztatikus húcsőbe, és ezáltal gyakorlatilag úgynevezett ilyen obstruktív, tehát elzáródásos azospermi alakul ki, általában akkor herebiopciát kell vennünk, és akkor a heréből nyerünk spermiumot, de vannak olyan endokrinológiai betegségek is, vagy genetikai eltérések, amik, amik uh, kizárják azt, hogy a férfi gyereket tudjon emzeni. És hogyha a rossz a spermakép, akkor további vizsgálatokat az endokrinológiai irányába, illetve a genetikai vizsgálatokat kell végezni. És itt ezeket a részeket már andrológus szokta, vagy meddőségi klinikára adjuk át. De egy előszűrőként nagyon jó, mert rengeteg pár jön azzal, hogy ó, most már két-három éve próbálkozunk, nem jön össze a gyerek, és kiderül, hogy ott van egy hereviszértágulat a, a Ah, páciásán. de ez benne van a pároknak a fejében, vagy így a, a, tudatosságunknak azon a szintjén, hogyha ilyen probléma van, akkor az urológust is fel kell keresni? Sajnos még nincs. Még nincs. nincs. Akkor azt Én gondolom, a, a nőgyógyász az, aki elirányítja a párt, hogy el kéne menni urológus. Vagy utána olvas a hölgy, Aha. És, és akkor <laughs> ő azt mondja, hogy Mennyire el urológushoz, mert most már én rajtam már annyi vizsgálatot csináltak, hmm. elfáradtam, hmm. most már te is nézd meg, és akkor kiderül, hogy van bizonyos permeeltérése, kiderül, hogy van egy visszértágulata, sokszor így visszafele van visszafejtve ez a dolog, hmm. és nem úgy, hogy, hú, most már fél éve próbálkozunk, nem jön össze a gyerek, mennyire el te is egy urológushoz, én is emlékszem egy nőgyógyászhoz, nem általában a hölgyek elkezdik kivizsgáltatni magukat, és, és amikor ő náluk azt mondják, nem találunk semmit, akkor akkor kezdik a férfiak, pedig sokkal egyszerűbb, költséghatékonyabb is lenne egy alapfizikális vizsgálat a férfiaknál. Igen, erre mondtam, hogy ez annyira borzasztóan nehéz téma, mert ha meddőségről van szó, akkor még mindig ott van a női jelző uh -huh. a téma előtt is egyfajta ilyen szégyenérzet, vagy nem is tudom mi övezi azt, hogyha férfiak vonatkozásában beszélünk erről, még ha női vonatkozásban jut elő, mm. vagy kerül elő ez a téma, akkor ez a, ez a, tabu nincsen. Ez a fajta szégyenérzet, vagy tabusítás akkor is tetten érhető, amikor mondjuk prosztatavizsgálatról, vagy arról van szó, hogy mondjuk szűrésre kell menni egy férfinak? Mert mondjuk már abban a korban van, hogy a prosztatáját nézni kell, hogy nincs benne daganat? Szerintem a szűrése, a prosztatrák szűrése, mert egyre több férfi Tudja, hogy jönnie kell, tudja, hogy ez nem tabu, és tudja, hogy ez, ezzel neki jót teszünk, mert hogyha elcsípünk egy daganatot, akkor időbe vagyunk. Mm. És uh, most már egyre többen is mondják, hogy mondtam a kollégáimnak, hogy jövök szűrése. Mm -hmm. Szerencsére a kollégák is mindegyik viccelődik, hogy, <laughs> hogy, hogy akkor Ez a férfiaknak jön. egy jó menekülő út. Ne vegyük komolyan, vicceljük el, Igen, és akkor ne, nem, is kell, nem is kell komolyan venni egyébként, mert nem egy, mm. egy olyan megterhelő vizsgálat. Tulajdonképpen a prostatárák szűrés, amiből áll, az egy alapfizikális vizsgálat, ugyanúgy áttapintjuk a genitáliákat, megtapintom a prostatát az ujjammal, egy ultrahangot végzünk, meg egy PSA-t, ez egy vérvizsgálat, amit, ö, amiből egy tumormarkerrel meg tudjuk határozni. Hány éves kortól kell elkezdeni szűréssel járni, <coughs> prostata szűréssel. A prostata szűrés szerintem az ilyen 40 év fölött, akinek, akinek daganat volt a családjába az ott javalt már 40 évtől elkezdeni, ahol nem volt, ott 45-50 év körül kéne elkezdeni. De az ez az a szerv a férfiaknak, hogy van gond? Nem. Azért van a szűrés a daganatnak, hogy, hogy még akkor csípjük el, amikor még nincsen baj. Mm -hmm. És sajnos a prostata az egy alaptomos betegség, tehát sokszor nincs is semmilyen vizelési panasza, egyáltalán semmilyen, hanem csontátétel jelentkeznek. Jaj. És uh, ezért kell mm kiszűrni, mert lehet, hogy semmilyen vizelési panaszt nem okoz, de már adhat egy áttétet. Sokkal hamarabb okoz a, a jóindultóprosztata meg nagyobban is vizelési problémát, mint maga a prosztatárák. Ilyen alarminduló, tehát ilyen figyelemfelhívó tünetek, azok mindig ez a vérvizelés, fájdalmas vizelés, azokra arra oda kell figyelni, ott, ott mindig el kell menni a rólógushoz. Tehát ha valaki véreset pisil, és nem 5 kg céklet evett megelőző nap, akkor, akkor igenis el kell menni urológushoz, tovább kell vizsgálni. Igen, ez a cég, ez egy alattomos dolog, ez meg, meg tudja viccelni az embert, hogy főleg amikor egy terhes, is, akkor mondják, hogy jó sok cékla levet, mert hogy az vérképző, és mindenképpen Igen. kell, aztán jön a frász az emberre. Um, mindenképpen meg kell kérdeznem, és kicsit így, nem ide illik, de a barátnéim azt mondta, hogy nem állhatok fel anélkül, hogy ezt a kérdést egy urológusnak nagy nyilvánosság előtt ne tegyen fel. Ez a felfázás kérdése, és aztán nyugodtan söpörje le az asztalról, ha erre nincsen tudományos magyarázat, de hogy Ugye a télvíz idején nagyon sokszor van az, hogy az ember nem tudom, szaunázik egyet, kiszalad a hóba, visszamegy, és akkor azt mondják, hogy fú, ez aztán igazán egészséges dolog, és tényleg nagyon jó érzés is, soha nem lesz beteg. De ha mondjuk, nem tudom, kin van a dereka, vagy mezitlában a hideg konyhakövön, akkor utána előfordul az, hogy, hogy érzi azt, hogy na most percenként kell menni pisilni. Meg tudja nekem magyarázni, hogy miért van az, hogy az előbbinél nem történik semmi, az utóbbinál igen. Tehát a szauna után jég semmi, de a konyhakövön, hideg konyhakövön mezitlábálás, vagy a hideg padra leülés, az már okoz problémát. Hát ugye a szaunázás után egy vérbőség alakul ki az egész szervezetbe, ezért tudunk mindenféle jeges vízbe merülni, hogyha esetleg arra hmm. van mód. Tehát ugye, és az nem, nem tart sokáig. Még hogyha hogy a tínédzser lányom elindul az iskolába, és fölvesz egy bokazoknit, télvíz idején, vagy egy... egy... <laughs> Én rajtam. sokat szokni van rajtam. hogy eldugom a lábam, mondjuk, fáztam is nagyon. De... És, vagy pedig egy ilyen <laughs> csinos pólót, amiből a köldöke kilátszik, és, és úgy megy el, és délután veszem észre, akkor igen, akkor könnyebben felfázhat, mert meghűlhet. Na de meg, nem tudom, az a pokán keresztül a, mi történik velem, hogy utána felfázom? Ennek nem tudok a tudományos magyarázatát adni, de... Rejtélyes. Igen. De azért, azért érdemes rétegesen öltözni. Igen, én most csak azért ijedtem meg, mert hogy én most azt a teóriát állítottam fel magamnak, mm. hogy hát a talpam alatt meleg mm. zokni van, attól a bokám ki lehet, mert az messze van a föltől. Gondoltam, akkor Igen. nem fázom. Nem fel, tudom, igazából ez az ilyen népi megfigyelés. Aha. Nincs rá se élettani, se konkrét... Nem kerültünk közelebb igen, a témához. Hogy... Nem, nem tudok erre pontosan válaszolni. Ő, ez volt a bulváros része a dolognak. Menjünk, térjünk vissza a, a komolyabb témákra. Vesemedence gyulladás. Hm. Ott mi történik az embernek a szervezetében? Mi okozza, és mit érzek, ha nekem vesemedence gyulladásom van? Mert hm. az is egy olyan tünet, amivel ugye az urológust kell felkeresni. Hát igen, ugye a vesemedence gyulladás sokszor megerősítette egy egy húgyuti fertőzés, egy hólyaggyulladás, vagy egy prostata gyulladás férfiaknál, és, és abból van egy felszálló fertőzés, hogy a baktériumok följutnak a vesevezetéken keresztül a vesébe, és ott alakul ki egy nagyon erős gyulladás, olyan erős, hogy itt 39-40 fokos láz alakul ki hirtelen hidegrázással, nagyon erős fájdalommal, deréktáji fájdalommal, uh -huh. általában az egy oldali. Ezek a, a, nem komplikált vesemedence gyulladások. Vannak komplikáltak, amikor például egy kő áll a hátterébe egy kő elkezd ürülni a veséből, és egyszerűen ez lezárja a vesét. Nem tud kiürülni a vizelet, és valamiért baktériumok jutnak be ebbe a lezárt részbe. És akkor, akkor is kialakul egy ugyanolyan durva vesemedence gyulladás, amikor nekünk egy csövet kell behelyezni a vesébe, általában ezt a húgyatokon keresztül, vágás nélkül, hogy biztosítsuk, hogy elfolyjon ez a fertőzött vizelet a veséből, antibiotikumot adunk a betegnek, és akkor meg tud gyógyulni. Tehát, hogyha ilyen nagyon magas, 39 fok körüli lázat tapasztalva aki egy oldali deréktáj fájdalom, akár hidegrázás, és tudja, hogy mondjuk előtte volt akár egy fölfázása előtte való hetekben, napokban, akkor igenis gondolni kell erre a dologra, és elmenni orvoshoz minél előbb. Ha előtte volt egy köves görcse előző való hetekben, napokban. Hiszem, most hát honnan tudja, hogy ez egy köves görcs? Hát sajnos, akinek volt már köves-köves köves görcse, az, az, ha, tehát, hogy ez egy ilyen erősen megkülönböztető az egy, jelzést. Igen, ez egy megsemmisítő fájdalom. Tehát ha. akik szültek már, azt mondják, hogy egy szűrés az, az semmi egy veseköves görcshez képest. Úgyhogy, úgyhogy az, az borzasztó. Tehát hogy mi is úgy látjuk, amikor megyünk mondjuk a beteghez, és látjuk a folyosón, hogy ne ennek biztos, hogy veseköves görcse van, mert mindenféle pozíciót megpróbál fölvenni, és sehol se szűnik neki a Ott fájdalma. Vese fizikai? Megfeszül a, a, a vesének a tokja, mert ugye a kő elzárja a vizelet elfolyást, és hogy termelne a vese, csak megfeszül, úgy, mint a rajzfilmben, amikor a, mondjuk a Tom és jerry rálép valaki a slagra, uh -huh. és fölfújódik, hát, és akkor le? így, uh -huh. így, így kidurranna. Tulajdonképpen itt a kidurranás a legtöbb esetben nem történik. Bizonyos esetekben előfordul is, hogy igen, megrepedhet ez a rendszer, is elfolyik a vese körül a vizelet, uh -huh. de azért az esetek többségében nincs ilyen. Uh -huh. És sokszor van az, hogy ugye volt egy köves epizód, és utána egy hónap múlva kialakul egy, egy vesemedence gyulladás. Tehát nem minden kő után lesz egy, egy vesemedence gyulladás, de bizonyos esetekben erre figyelni kell. Van összefüggés a magas sófogyasztás, vagy a túlzott sófogyasztás és a vesekő kialakulása között, vagy ez csak egy ilyen városi legenda? Hát, hogyha nem iszunk a sóhoz vizet, akkor igen. A legfontosabb a egyenletes folyadékbevitel. Tehát maga a nátriumkloridnak, tehát a klasszikus asztal is vannak a bevitele, az így egyértelműen nincs bizonyítva, hogy okozhat vesekövet. Vannak bizonyos anyagok, meg hormonok, amik fokozhatják a kőképződést. Itt nagyon fontos például a ugye a túlzott kálcium, D-vitamin bevitel. Mindenki a Covid alatt, én is szedtem a, a D-vitamint, C-vitamint, rengeteg olyan, olyan plusz vitamint vittünk be a normális táplálkozás mellett, ami, ami fokozhatja a kőképződést. De ez nem azt jelenti, hogy ha, ha nem ki... iszunk eleget, igen. Ha nem ha iszunk ki eleget le. fokozódhat. És hogyha még van valamilyen, valamilyen anatómiai eltérésünk, például van egy szűkületünk, kicsit magasabban ered a vesevezetékünk, amit nem tudhatunk, mert nem vizsgálunk ki mindenkit születésékor, vagy van egy tisztály, egy, egy ami nyomhatja és hajlamosíthat arra, akkor, akkor azokban könnyebben alkul ki kő. De általában azt, azt érdemes tudni, hogy akinek a családjában volt veseköves betegség a felmenei között, általában az, az hoz valami hajlamot, és ő, ő is hajlamos arra. Tehát általában a köves beteget nagy része az családi halmozás mutat. Vannak genetikai eltérések is, amik, amik fokozhatnak kőképződésre, képződésre, cisztin úriák, ami szerencsére igen ritka, igen makacs kövek képződnek, de ugyanakkor a táplálkozásban, ami fontos, ha túlzott fehérje bevitel, ami, ami például húcsavköveket köveket tud okozni. Egyre több ilyen beteggel találkozunk, a rengeteg hús, fehérje fogyasztás fokozhatja a húcsavkő kialakulását. Elérkeztünk a másik kedvenc témámhoz, amit nagyon szerettem volna kivesézni, önnel a fehérjefogyasztást, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt most így közbeékelte. Az világos, hogyha, értem, ha túl sok húst fogyasztunk, akkor mi történik, de ugye itt nem csak a hússal van a probléma, hanem azzal, hogy nagyon sok kiegészítőt szedünk manapság, Leginkább ugye fehérjeporok formájában is, hogyha valaki izmot akar építeni, vagy fogyni akar, akkor a legelső, amit feldob a Google kereső neki, biztos, hogy valami fehérjepor alapú cucc. Ezeknek mi a kockázata, vagy a veszélye? Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy rengeteg mennyiségű hús jobb esetben van ledarálva, és azt juttatjuk be a szervezetbe olyan mértékű, ami szerintem egy picit abnormális is lehet. Ezeket a, a Anyag, ezeknek az anyagcsere bomlás termékeit a vese kiüríti. Hogyha nyilván egy old, oldatot képzelünk el, és abba, abba a fehérjének a bomlás termékei sokkal nagyobb arányba, százalékba fordulnak elő, azok hajlamosabb kicsapódni, követ képezni. Legjobb esetben csak mondjuk egy vesekő lesz a betegnek, és megszemved egy görcsán. Bizonyos esetekben azért ez a vesét megterheli. Elveszti a a, a de se funkciónak egy részét, tehát azért, azért tud károsodást okozni. Én nyilván itt most nem arra kell gondolni, hogy egy kis evőkanállal még hozzárakok, hanem akik extrém mértékben nyomnak bele ellenőrizetlenül, nem visznek hozzá megfelelő folyadékbevitelt, az azért ezt oda kell figyelni. Tehát voltak olyan, olyan sportoló fiatal fiúk, akik, akiknek komoly veselégtelenség alakult ki. Nem kell a dializálni, de, de romlott jelentősen. Annyira, hogy a dialízis lehet. A dialízis nem. Én, én, még olyat nem láttam, de olyan, akinek sokat romlott a vese funkciója, sajnos igen. És akkor mi történik, ha valakinek sokat romlik a funkciója? Oda kell figyelni. Amit, amit elvesztettünk általában, azt, azt ritkán kapjuk vissza az élettől. Bizonyos mértékben azért tud regenerálódni a vese, de nem olyanok vagyunk, mint a gyíkok, hogy visszaneveztünk. És miben rontja ez az életminőséget? maga a vese funkció romlását attól függ, mennyi, mennyit romlik. Ha, ha, nem olyan fokú, hogy dialízisre szükség lenne, akkor gyakorlatilag vannak bizonyos regulák, amiket be kell tartani, fehérje bevitel, megszorítás, folyadékbevitel, bevitel, mm -hmm. és akkor, akkor, ezzel egy elfogadható életet lehet élni. De egyébként egy normál táplálkozás mellett túl lehet tolni a fehérje fogyasztást, tehát hogyha valaki minden evő eszik túrót, jogúztatójás, a akkor egy klasszikus, klasszikus étrendbe nem hiszem. Uh -huh. Tehát ott itt hangsúlyozottan a táplálék kiegészítők és a mesterséges fehérje bevitel az, ami kockázatot tud jelenteni, hanem Én el azt nem. Azt gondolom, üzött. hogy nagyon nagyon figyelni kell ezekre a dolgokra. Igen, most még egy kérdés itt felmerült bennem, mert a vesekövet értem, de a húcsavkő az egy teljesen más történet. A húcsavkő az azért lesz húcsavkő, mert kiválasztódnak a, a fehérjének a lebomlási terméke, és az csapódik ki a, a vizeletben. Ezért lesz huccsapkő. Viszont ennek a, a huccsapkőnek van egy fantasztikus tulajdonsága, hogy vannak bizonyos gyógyszerek, amikkel ezt fel tudjuk oldani. Hát ez egy könnyebb dolog akkor, mint egy vesekövet követ ha jól értem? Hát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy most egy tablátát odaadok, beveszi, és akkor holnapra el is tűnik. Nem. Ez egy, azért kell egy életmódbeli válasz, változás. A bevitett le kell vin szorítani, a, el kell kezdeni szedni egy pesgő tablettát, napjában például négyszer megissza, és akkor a vizelet pH-ja savasból eltolódik lúgosba. És ebben a lúgosba el tudjuk tolni a vizelet pH-t, akkor, akkor ezek a kövek oldódnak szép lassan, és akkor gyakorlatilag ki mosódik a vizelettel, ki tudja pisírni a beteg. A másik fontos, aki húcsapkőre hajlamos képződni, akkor ezeket a gyógyszereket megerőzésként szedni kell. Mert hiába tartja a diétát, lehet, hogy valami olyan anyagcserebetegsége van, hogy, hogy ö, savasabb fizelettet, többet válasz ki, és ezzel meg tudjuk előzni. Nekem is rengeteg ilyen beteg van, aki ezt tartja, ezt a diétát, és csak néha eljön, hogy szervusz doktorul, hogy vagy, uh -huh. én is jól vagyok, nincsen semmi panaszom, írd már fel a gyógyszert, és ezzel le van tudva. Még akik nem tartják ezt, azok jönnek, hogy de a megint ott van a köve, meg kéne megint operálni. Szerintem én az elsőt jobban kedvelem, nagyon élvezem a műtéteket, mert ezeket is meg lehet operálni, akár egy Pici meccésen keresztül, endoszkóppal, vagy Vagy, vagy... akár robottal, ami velőn is hamarosan műteni fog talán. Hát a kősebészet, az, az a robot, az, az nem az első választandó uh -huh. dolog. Mi húcsövön keresztül el tudjuk távolítani ezeket a endoszkóppal, vagy a, ve a vese irányába egy pici kis tűvel megszúrjuk a vesét, egy pici csatornát képzünk, és úgy veszük ki a köveket. Attól függ, hogy a kő hol helyezkedik el, mekkora kő mérete, uh -huh. milyen a kő keménysége. Ez egy fantasztikus ilyen. ilyen, ilyen dolgok, hogy endoszkóppal ilyen pici lyukakon keresztül ezeket el lehet távolítani, és egy-két napon belül vissza is tud menni a beteg a családjához, és, és munkaképes gyakorlatilag egy héten belül. Mm. Lehet, hogy nem kickbox kell mennie, de egy irodai munkát Tud végezni, egy, simán. tud végezni simán. A vizeletnek a színe, illetve a szaga, az mm -hmm. utalhat bármilyen betegségre? Üzenhet az? Igen, ez az, az az nagyon fontos. Sokan jönnek azzal, hogy, hogy bűzös a vizeletem valami furcsa szaga van. Sokszor igen, ez ilyen fertőzésre való, tehát fertőzés is okozhat, vagy, vagy például uh, anyagcserebetegségek, vagy gyógyszerek kiválasztódnak a vizelettel, tehát az is meg tudja festeni, meg, meg ilyen furcsa szagot okozni, tehát azért vannak nem minden eltérés fogunk meghalni rögtön, de oda kell figyelni erre. Vannak erős sajtok is, amik kiválasztódhatnak. Sajtok? Igen. Na hát, erre nem is tippeltem. A cikla az úgy meg volt, de hogy sajtoknál is. Hát nem mindegyiknél szerencsére. Jó, de az a lényeg, hogy nem kell rögtön megijedni, mert hogy itt nem, is ha, ha is én azt gondolom, hogy ha ezt ismétlődik, meg rendszeres, hát. vagy, vagy, furcsa, akkor, akkor mindenféleképpen. Ugye a színnél ugye beszéltük, hogyha esetleg véres vagy pirosas, akkor mindenféleképpen tovább kéne lépni, jönni egy, egy rólogi vizsgálatra, tehát hogy végzünk egy ultrahangot, azzal már ki tudjuk zárni esetleg a hújakba lévő eltérést, vagy a vesébe uh -huh. lévő eltéréseket. Térjünk át uh, ismét egy picit a női területekre. Uh -huh. Az, arról már beszéltünk több ízben, akár ebben, az adá, a, ebben a műsor is, hogy mi az a, mik azok a betegségek, vagy azok az állapotok, amik a nőgyógyászathoz tartoznak. De mi az előinterjúnk során, amit önnel készítettem, ö, beszélgettünk egy nagyon izgalmas témáról, méghozzá a mély szalagoknak a megnyúlásáról, illetve a kismedencei sűjjedésről. És ebben nagyon sok nő érintett, anélkül, hogy tudná, hogy neki mondjuk a szülést követően kialakult egy kismedencei süllyedése, ami ugye már urológiai kérdés is, ha jól értettem, igen, az ilyen, az ilyen uroginekológia, ez megint egy ilyen határterület, hogy... Na, ilyen témák még nem voltak. Olyan? Keresünk egy ilyen orvost is akkor ebbe a műsor folyamba. Hát tulajdonképpen ezzel foglalkozik urológus is, meg, a, a nőgyógyász, nő is. Aha. De nem mindegyik nőgyógyász foglalkozik a, ennek a, mondjuk a műtéti ellátásával, mert nem szerzett Aha. megfelelő rutint, vagy olyan helyen dolgozott, ahol Ebben nem voltak nagy számba műtétek. Urológusként is vannak, akik kevesebb ilyen műtétet csinálnak. Szerencsére én olyan helyen dolgoztam eddig, meg dolgozok, ahol, ahol rengeteg ilyen műtétet csinálunk. Itt, itt azt kell tudni, hogy sajnos a, a női szalagok a szülés után egy nagy e, e, súlyú gyereknél megnyúlhatnak, egy elhúzódó szülésnél ezek egy kicsit vongálódhatnak. Plusz még ugye a ez egy COPD, tehát van rengeteg olyan betegség, ami erős köhögéssel, prüszköléssel jár, a hasi túlsúly, ezek mind fokozzák az, hogy a medence fenék izomzata nem tudja úgy megtartani a, a hüvelyfalat, illetve a méhet fixálni, és ilyenkor gyakorlatilag, mint egy ingúj elkezd kifordulni kicsúszni a hüvelynek bizonyos része. Hogyha a a melső falát, azt kereinek nevezzük, hátsó fal az rektokele, illetve maga mégis ki tud csúszni akár a, a, a hüvelyben mentelen kívül. Nyilván nem kell megvárni, hogy ideig fajuljon a dolog, el kell menni első körbe, akár egy nőgyógyászhoz, megkérdezni, hogy ő mit gondol, vagy akár eljön hozzánk. De ennek mi a Ó, Nyilván, ha kifordul, akkor azt az Sojnos ember érzi az, ide, észleli. Hogy... Sokszor az van ilyen, uh, ilyen sűjjedésnél, például egy melső fali sűjjedésnél, amikor a hólyag is sűjjed le. Sokszor azt érzik a hölgyek, hogy elmegyek pisilni, pisilek, de mintha nem tudnám úgy kipisélni magam. Hmm. Nem örül ki a vizeletem. Sűrűn van húgyuti fertőzése, például amikor egy hölgy eljön hozzánk már ilyen menopóza környékén, hogy sűrűm a húgyiti fertőzése, gyakorlatilag kiapja az antibiókraton sorra a házirostól, és nem gyógyul meg, akkor sokszor az van, hogy van egy sűjjedése, ahonnan a vizeletet nem tudja kiüríteni. És so sokan már rájönnek arra, hogy mondjuk különböző műfogásokkal ki tudják ezt üríteni, de ennek van megoldása, mégpedig nagyon szellemes, nagyon egyszerű, gyakorlatilag a hüvelyt és a hójak között laparoszkóppal egy pici réteget képzünk, ahol egy hálót fixálunk, és azt a, a promontórium, a gerincnek a, a csonthártyájához oda fixáljuk, és gyakorlatilag mint így fölhúzzuk, visszahelyezzük egy normál pozícióba a hüvelyt. A gerincemhez fix, Wow. De nem, nem hátult, hanem a hasüregen keresztül. Értem, tehát hogy gondoltam, hogy nem így, hanem igen. hogy csak hogy. igen. Belül. És ugye ez nem úgy fog menni, mint a villanykábelek az utcán, hogy így keresztbe, Aha. Vagy ott el el keresztbe fusson, hanem elrejtjük a hashártya alá. És ezzel a szellemes módszerrel gyakorlatilag mm. vissza tudjuk állítani a normális anatómiai pozíciót, a hüvének a falát, a hátsófalát, a méhet a hátsó falat. Sajnos ugye például hiszterek, tehát mély eltávolítás után is sokszor hogy kifordul, vagy sűjjed, mert megszűnik a normális anatómi ezekből az esetekből is helyreállítjuk. És sokszor vannak a betegek, hogy van egy ilyen bizonytalan diszkomfort, hasi fájdalom, hogyha nincs is ilyen vizelési panasz, és hogy fáj, itt, itt nem tudom mi, doktor úr, de valahogy diszkomfortom van, nem jó érzés. Fáj a derekam, itt fáj, ott fáj, a medencén fáj, és akkor kiderül, hogy gyakorlatilag húzódik, nyomja a csúsznak ki minden a fel Azon gondolkodom, hogy, hogy, az ön szakterület ez mennyire elképesztően komplex, mert hogy ismernie kell nagyon jól a női belső szerveknek a működését is, hmm. ha jól értem. Igen. Meg a férfiakét is, tehát Igen. ez nem válik ketté, mint az andrológus. Szerencsére azért eléggé hasonlók vagyunk. De. Belülről? Hát, hát azért azért ott, hogy van, 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 van különbség. különbség igen, igen, Úgyhogy nem mindegy, csak hogy ez úgy végigfutott a fejemen, hogy, mm. hogy egy nőgyógyásznak ugye annyira rutinszerű, hogy. Mit, mivel kell, még petevezeték, petefészek, nem tudom. Önnek ugye mindennek a fejében kell lenni ahhoz, hogy megfelelően tudja végezni a munkáját, de ha jól értem, akkor alapvetően. A, az urológián a legtöbb ö, beavatkozás, vagy segítségnyújtás, az meg tud történni ambulánsan. Te nem ez hát egy... nyilván ez a műtét, ez nem tud ambulánsan megtörténni. Most, amiről utoljára beszéltünk a mellence süllyedésnek a, a visszállítása. A hüveinek a, hüve a süllyedése nem, ez egy laparoszkópos műtét, Mondjuk hétfőn operáljuk, kedden fölkeltjük a beteget, vagy még hétfő este attól függ, hogy milyen általános állapotban van, vagy milyen volt az altatásnak a minősége. Kivesszük a, a katétert, pisír, kivesszük a drént. Én, én szerettem, ha még egy éjszakát ott töltenek bent a betegek, de tulajdonképpen akár másnap haza lehetne este engedni a betegeket. És ez a legtöbb urológiai műtétre elmondható, hogy különösebb munkából való kiesést, vagy kórházi ellátást nem. Annyira, ja. annyira széles a spektrum. Ugye már említettük a vesekő műtéteket, például, hogyha húcsövön keresztül támadtunk el vesekövet egy éjszakát, Egyről én úgy gondolom, hogy érdemes bent tartani a betegeket. Hát az semmi, nekem az a semmi kategória, ez egy éjszaka. Akkor ha megszúrjuk a vesét, és úgy távolítjuk el a követ, hogyha minden flottul van, és nincsen semmilyen komplikáció, két-három éjszakát bent tölt, és haza tud menni a beteg. De akár egy, egy súlyosabb vesetumor műtétnél is, két-három éjszaka után haza tudjuk engedni a betegeket, mivel laparoszkóppal, így uh -huh. pici lyukakon keresztül a, tudjuk eltávolítani a tumort, akár úgy, hogy a vesét meg is kiméljük, nem kell az egész vesét eltávolítani, uh -huh. haza tud menni a beteg, de még ha az egész vesét is el kell távolítani, akkor is egy pici nyíláson keresztül, ahol kifér a vese, kivesszük, és hamarabb vissza tud állni a munkába. Uh -huh. Tényleg én azt szoktam mondani, hogy két-három éjszakát bemarad a, a kórházba, utána otthon szerintem egy, egy hetet így picit lábadozik egy komoly laparoszkópos műtét után, és utána vissza tud menni dolgozni. De akár egy prostata ráknak a műtétje után is, három éjszaka után kivesszük a, a drént, katéterrel hazengedjük a beteget, egy hét múlva kivesszük a katétert, és gyakorlatilag fönt járnak. Azt szoktam mondani a betegnek, hogy ha másnap műtét után nem jár kint a folyosón, akkor szimulál, vagy valami komoly baj van. Um, még egy dolog eszembe jutott, és szeretném, ha beszélnénk róla, még pedig az inkontinencia, ami rengeteg embert érint. Javarészt nőket, ugye? Hogyha nőket, férfiakat, így van. A férfiakat is? Férfiaknak is van inkontinencia, nem, nem igen. Voltam. Biztos. Uh, ennek a, nem tudom, hogy a megelőzéséről érdemesebb beszélni, vagy inkább Fontos. a kezeléséről. Mind a kettőről. A megelőzésnél ugye itt, itt, ami nagyon fontos, hogy a, hasi elhízás az, az fokozza az inkontinenciát, mivel ugye nagyobb hasi a hasi prést kell megtartania a záróizomnak. Vannak bizonyos betegségek, ugye, amik ilyen erős köhögéssel járnak, amik szintén fokoznak. Nyilván, hogy, így, így ki lehet logikázni, hogy bizonyos uh, viselkedések, dohányzás, amik fokozzák esetleg ezeket a felső léguti problémákat, azokat, ha kerüljük, akkor kevésbé lesz, mondjuk ilyen egyértelműen okokozati ok, uh -huh. uh, ok instadik nem voltak, de egyszerű logikával ezekre odafigyelünk. Ami nagyon fontos, hogy rengeteg hölgy sportol, erősen uh, uh, kondizik, uh, um, különböző fit edzéseket, most hirtelen nem jutott eszembe. A, erősít? A... Hát vagy... erősít, vagy, vagy ugye el, eljárnak gimnasztikázni, vagy nem, nem Igen. tudom ezt a most hirtelen nem jut hát Rengetegféle szembe. Igen, mindent. Mi plán, pontosan, mindent, mindenki. És, és ugyanakkor olyan erős hasizmuk van, és a gátizom tornára nem fordítanak a gondot. Nem egy, egy élsportoló beteg jött hozzám, aki, aki, akinek edzés közben bebecsúrana a vizelete. És ő nekik például nagyon fontos lenne, hogyha akár egy jó elmennek, és megtanulják a gátizom tornát. Mert akkor például edzés közben nincs az, hogy jaj, edzésről el kell mennem pisülnem vagy berakok egy betétet, mert egy pici kis pisi De Ez de, a legenyhébb foka. A gátizom torna az egyenlően megerőzése tökéletes, akkor vagy nyilván ez enyhe, egy 40 enyhe, történet. Tehát Vagy hogy... sajnos már előbb is előfordulhat. Wow. De, de megelőzésre is jó, és az enyhe tüneteknél az elsőként választandó, hogy egy, egy tornát el kell de akkor ez csak gyógytornázt tudja megtanítani. Én hogy... azt gondolom, az internet korában rákeres valaki a különböző ilyen kígál gyakorlatokra, torna, mm -hmm. ezeket szépen meg tudja tanulni. Ha gyógytornászal tanulja meg, akkor az szerintem sokkal effektívebb, sokkal jobb eredményt tud elérni a, páciens. Vannak erre rengeteg csoport, egyéni foglalkozás, és ezzel, ezzel, már előrébb tud jutni. De akkor ez nem csak a szülőnőket érinti, tehát hogyha azt mondja, hogy korábban is el kell kezdeni, akkor lehet, hogy még szülés előtt álló nőnek is szüksége van gátizomtorára. Én azt gondolom, hogy egy 20, éves, 20 éves hölgynek elég ritkán igen. Kéne, Valahogy ami... ezt a szüléssel kapcsolatban, hogy ott azért ott eléggé hátlannak mozgatva a igen, belső szervek. A szal 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 szalagok megnyúlhatnak, igen. igen. Kialakulhat egy húcső hipermobilitás is, tehát az is, az is fokozhatja ezeket a, a dolgokat. Úgyhogy mm. erre oda kell figyelni mindenképpen. Amikor eljön hozzánk egy hölgy, megvizsgáljuk, kikérdezzük először is, hogy mikor pisil be köhögés, tűszentése, vagy csak egyszerűen vannak olyan vizeletvesztés, amikor nem ér ki a vécére. Érző, hogy kell, de a doktor, már nem ére ki. Amikor köhögök, prüszkölök, nem pisilek be. Ezt mi úgy hívjuk, hogy és vizeletvesztés. Ezekre a vizeletvesztésekre például van gyógyszer, amit fel tudunk írni a betegnek, elkezdi szedni, és vagy meg is szűnnek, vagy jelentősen javulnak a De akkor a át kell szedni? Valamikor ezeket el lehet hagyni, ezeket a gyógyszereket, valamikor kell egy életen átszedni. Sőt, vannak olyan esetek, amikor például akár botoxot kell a, a húgyhólyakba adni. Úgy, hogy hát sok mindenre hallottam már. Ugye? botox, homlokráncolás ellen botox, soka ellen botox, de inkontinenciára Ugye ez, az hát ilyen a világ új aranya. Um, a Jó. másik, még visszatérve Igen. az inkontinenciára, ugye az idősebb korban, tehát menopauz után egyre több hölgy számol arról be, hogy betét kell, hasz, köhög, prüszköl, becsúrog, uh -huh fizikai aktivitást csinál becsorog, és ugye ők is elkezdik átadni a tornát, nem használt, el kell jönni az urológushoz, megvizsgáljuk, van egy nagyon szellemes kis műtét, van egy, egy másfél centi, felül ejtünk egy másfél centi egy vékony szalagot behelyezünk, amivel stabilizáljuk a húcsövet, mm. és ezáltal megszűnik a legtöbb esetben a vizeletvesztés. És ez, ez tényleg van, hogy bejön, megcsináljuk, kiveszünk a katétert, hát, és más ez a... már a megoldás rész, Már a megoldás tél mi a megoldási cselekvési terve, mm. akkor ez az, hogy egy ez ilyen is. nagyon egyszerű műtéttel. Igen, hát ki kell uh -huh. már kell végezni a vizsgálatokat, egy vizelési naplót elhoz a beteg, hogy há, mi, mikor mennyi vizeletet veszített. Neki le kell mérni az, hogy hogy mennyi a vesztett vizelete. Tehát, vagy azt mondja, hogy négy betétet használunk, de nem mindegy, hogy milyen betétet használunk. Egyszerű tisztasági betétet, inkontinencia betétet. Ezért szeretem én is, hogyha számszerűsítve van a a vesztett vizelet uh -huh. mennyiség, ezt le lehet mérni egy egyszerű kis mérleggel. És a férfiaknál mi okozza? A férfiaknál... Oké, a túlsúlyról, de ezen A férfiaknál vannak uh, ugye és vizeletvesztések, amik mondjuk egy megnagyodott prostatánál van, uh -huh. vagy van egy túlfolyásos inkontinencia, amikor elakad a vizelet, és mindig csak valamennyi kicsorog. De vannak olyan... olyan uh, műtétek is, a műtán kialakulhat sajnos vizeletvesztés a férfiaknál is. És nekik is ilyen nagyon, hogy ön mondta, huncut, vagy egyszerű vicces műtétel meg lehet oldani ezt a problémát. Náluk is vannak ilyen huncut vicces műtétek is. Maga meg... imád műteni, ugye? Igen. Valahogy sejtettem. Igen. Igen. Tehát, hogy akkor azt is egy ilyen egyszerű módon el lehet. Lehet egyszerűbben, meg sajnos vannak olyan esetek, amikor sajnos műszvintert kell berakni. Az már egy bonyolultabb műtét, sokkal komplexebb úgyhogy, úgyhogy ott, ott ott az is sokkal speciálisabb urológusként illetve urológiai szempontból hogyha megelőzésről beszélünk akkor mik azok a pontok, amik, amiket így mindenképpen fejben kell tartani, és el kell végeznie, vagy végeztetnie magának az embernek, hogy, hogy biztonságban legyen. A prosztata szűrés, mm -hmm. azt kibeszéltük, de ezentúl tehet Van, még az ember persze. valamit. Igen. Ugyan egy másik téma, ami főleg a, a hmm. 18-20 éves korosztályt érinti. Ott a leggyakoribb a, a heredagonatoknak az előfordulása. 18 évesek. Főleg ott a fiataloknál van egy nagy ilyen kiugrás, ilyen 20 éves korba, tehát ez a fiatal felnőtté válásnál a heredagonatoknak az előfordulása. A legtöbb heredagonatot ebbe a igen fiatal, vagy mondjuk 30 évig bezárólag találjuk, aztán később, aztán ismételten megemelkedik ezeknek az előfordulása. És itt fontos igenis elmondani az edukáció a szülőnek is, hogy kis hülyam, minden hónapban egyszer tapintsd át a, a nemi szervedet, tapintsd át a herédet. Mint, Mert hogy akkor az manuálisan is érzik. Manuálisan el, is érzik. Mint daganat. egy emlődaganat. És ugye ez a szülőnek is a felelőssége, a társadalomnak is a felelőssége, hogy fölhívja erre a figyelmet. Egyelőre ez a heredaganat, 100 ezer férfiból 5-10 között van az előfordulása, tehát nem azt mondom, hogy hatalmas nagy, de oda kell figyelni. Uh -huh. És és azt látjuk egyelőre itt a nyugat-európai, skandináv statisztikában, hogy ezeknek a daganatoknak az előfordulása emelkedik. Zárásként egy ilyen nagyon lakossági és egy nagyon ugyanakkor számomra izgalmas kérdés, amit biztosan egy perc alatt le fog zavarni, de nem állhatok fel, amelyek, hogy ne kérdezzem meg, hogy mi van a tőzeg áfonyában, hogy működik, amikor az ember fel van fázva, ez lesz, hogy az ilyen népi gyógyászat, és az orvosok hidegrázást kapnak tőle. Nem, a tőzeken folyam, nagyon hasznos, tehát különböző vizsgálatok. Orvosi is is. szempontból is? Igen, igen, vizsgálatok voltak, és ezek bizonyították egyértelműen, hogy, hogy jó hatással van akár a húgyuti fertőzésre, mint a megelőzésére is. Úgyhogy ezt, ezt én is minden betegemnek szoktam javasolni. Na, én ezt hallani egy orvostól, a, hogy igen. egy étel mellett kampányol. Tehát ez megelőzésre is lehet. Megelőzésre, gyógyításra is. Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy minden húgyuti fertőzés tűzegáfonyával, bűföledékbevitellel lehet kezelni, de ha érzi valaki, hogy, hogy már valami elkezdődik, de még nem csípa annyira vagy olyan bizonytalan, akkor igenis kezdjen el tőzegáfonyát szedni. Vannak különböző uh, anyagok, amik, amik szintén segítenek a hóérnak ilyen protektív hatása van, mm -hmm. és ezeket is szoktuk javasolni. Ezekről nem volt olyan átfogóztató, úgyhogy ezeket most így nem említeném meg. én csak azokat nehogy, szeretem, amikről van. Most, hogy nehogy, <gül> nehogy <gül> az legyen, hogy mm -hmm. hogy, hogy Megsértek valakit, hogy. Virágozik minden virág, de nekem is. A, tehát ne. a homeopátia nem az én asztalom, azt ne. hiszem, illetve semmi. Tehát persze vannak ne. olyan dolgok, amikre így nincs evidence-based ajánlás, és mégis működik, de ne. valahogy megnyugtatóbb, ha van. Igen. Itt, ha nincs. Uh, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt, és pedig Sebastián Lászlót hallhattátok, és aki nézett minket, láthattátok, aki a Báberer Medicál Centernek az urológusa. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt.